Hölgyeim és Uraim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Kölcsei Ferenc himnuszának, nemzeti himnuszunknak születésnapján, a Magyar Kultúra napján. A Kultúra napja alkalmából az idei év kezdetén már másodszor rendeztük meg e hét szerdáján a Kulturális Tárca szakmapolitikai konferenciáját a Parlament Felsőházi termében. Neves előadók, Kövér László házelnök úr, Balogh Zoltán miniszter úr megnyitója után neves tudósok, professzorok, köztük Fek Fekete György elnök úr tiszteltek meg bennünket előadásaikkal, amelyekből kitűnt, mennyire sokféle megközelítéssel tudjuk szemlélni mi, különféle szakterületeken tevékenykedők annak kérdéskörét, hogy hogyan hat a kultúra a mindennapi életre, és távolabbról szemlélve egy nemzet sikerességére életére, sorsára. Úgy tűnt, hogy a téma minden résztvevőt megmozgatott, és egyetértés mutatkozott abban, hogy a kultúra olyan közegünk, amely szinte életünk minden területére kihat, társadalomtól az egészségen át a gazdaságig, minden minőségünkben körülölel bennünket, az egyén és a nemzet mozgató energiája Közösség kovácsoló erő, amely még az eltérő disziplinákat is összeköti, meghatározza, hogy milyen módon gondolkodunk a történelemről, a jelenről, megújulásról, fejlődésről, és befolyásolja, hogy milyen jövőképet tudunk felmutatni. A kultúra hova tovább a teljes emberi mi voltunk lényege. Ez határoz meg bennünket emberként, ez határoz meg bennünket közösségként, nemzetként is. Kostolányi Dezső szavaival élve, valami ilyesmihez hasonló a költészet. Nyelvünk szellemében él, melyben összeforradunk valamennyien, akármiféle politikai hiten vagyunk. Nem dicsekszünk azzal, hogy hűek vagyunk ehhez a nyelvhez. Mi magunk vagyunk a hűség nem állítjuk azt sem, hogy csak vele, általa, érettel élegzünk. Mi magunk vagyunk ez a nyelv. Vér vízzé válhat, pártot is üthet, de ez a szellemi közösség megronthatatlan, elmozdíthatatlan. Idézet vége. Amikor ezeket a konzekvenciákat levontuk a pár nappal ezelőtti konferencián, úgy éreztem, úgy éreztük, újabb sikert tudtunk elérni azzal, hogy ezeket az egyébként mindannyiunkban természetes módon élő gondolatokat, célokat sikerült összegyűjteni, összpontosítani, tudatosítani. Hiszen valahogy úgy van, hogy ami ennyire a mindennapjaink természetes része, mint az európai és magyar embernek a kultúrája, arra nem is figyelünk annyira. Arról nem gondoljuk, hogy elveszíthetjük azt csak önkéntelenül használjuk fel stratégiáinkban, a jövő alakítását célzó döntésekben. Ez azonban egy olyan korban, ahol erős kampányjal és jelszavakkal rendelkeznek azok, akik a nemzeti kultúrák eltörlése felé irányítják a közizlést, és ahol, ahogy Mári emlegeti, a talmi, az értéktelen egyre jobban terjed, egyre könnyebben elérhető, Ebben a korban a kultúra jelentőségéről való természetes gondolkodás félő, hogy kisebbségbe szorul, ennek hosszú távú következményei pedig beláthatatlanok. A történelem során sokszor és sokféleképpen, de ismétlődően szükség volt arra, hogy jobban figyeljünk a magyar kultúrára, hogy fontosabb legyen annak megvérése. Krébezver Kuno, a tragikus Trianoni utáni korszak emblematikus vallás és közoktatásügyi minisztere azt vallotta, mi magyarok helyzetünk jobbrafordulását meggyőződésem szerint főleg kettőtől várhatjuk, a magyar földtől és a magyar művelődéstől. A magyar búza mellett érik egy másik vetés is ebben az országban, a magyar művelődés vetése. Tisztelt ünneplő közönség! A politikai élet szereplőit gyakran éri az a vád, hogy hangzatos programokat vázolnak fel, aztán azokat csak részben vagy alig teljesítik. Nem emiatt, hanem a kultúra természetéből adódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a kultúráit felelős államtitkárság egy gyakorlatias programot állított maga elé, és lépésről lépésre az önök hittel és lelkesedéssel végzett sziszifuszi munkájával apránként haladunk ebben előre. 2014-ben hirdettük meg a kulturális alapellátás programunkat, amelynek lényege a kultúrához való hozzáférés kiteljesítése, és amelynek mottói a kultúra felemel, a kultúra megtart, a kultúra összeköt és gyarapít. Ez a program úgy tűnik segített tudatossá tenni a magyar kultúra társadalmi fókuszát, és azóta nem csak azt mondhatjuk el, hogy a kultúra erejéről való gondolkodást sikerült a közéletben elindítanunk, hanem azt is, hogy a saját munkatársaink, intézményhálózatunk eddig is keményen végzett munkáját egy közös cél érdekében összpontosítva nagyobb előrelépéseket tudunk tenni. Ez nem csak szemléletváltozásban mutatkozik meg, hanem bizony számokban is. A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint 2016-ban másfélszer annyian mentek színházba, váltottak jegyet oda, mint ezt tették 2010-ben. Ez a növekedés arányban áll a kínálat bővülésével is. Ugyanaz a tendencia tapasztalható a hangversenyek terén is, ahol az elmúlt hat esztendőben 30%-kal, 3600-ról 4750-re emelkedett az előadások hangversenyek száma, bővült az előadóhelyek, valamint a nemzetközi versenyek köre is. A kiállítások száma és látogatottsága 2011-hez képest 13 kal emelkedett az elmúlt esztendőkben. Jelentősen nőtt a közművelődési intézmények rendezvényeinek látogató száma és azok száma is, akik alkotó művelődési közösségekben vesznek részt Magyarországon. A korábbi csökkenések után pedig az elmúlt hat évben újra emelkedett a könyvtárak száma és azok látogatói száma is. A pozitív adatok mögött, ahogy önök a legjobban tudják, mint mindig, tudatosság és nagy munka húzódik meg. Hiszen eltökélt cél a kulturális hozzáférés kiteljesítése, ami gyakran rendhagyó és ingyenesen vagy jelentős támogatással hozzáférhető és gyakori helyi vidéki programok létrehozásával tudott megvalósulni. Nem csak idehaza, hanem a külföld felé is jelentős befektetést jelent a magyar kultúra erősítése. Magyarország kulturális vonzereje nő. Ez jól kimutatható a fesztiválok növekvő árbevételén és látogató számán, az idegenforgalom évről évre erősödő adatain. És minden nagy kulturális program Kezdeményezés az ország gazdasági erejét is növeli. Egyben pedig az adott térség fejlődési lehetőségévé, vonzerejévé válik. Ilyen az Európa Kulturális Fővárosa program is, amelyben újra lehetőség nyílik egy magyar város megmutatkozására. Örömmel jelentem be önök előtt, hogy most már biztos, hogy 2023-ban egy magyar város viselheti az Európa Kulturális Fővárosa címet egy nagybritanniai várossal együtt. A kormány meghozta döntését azon tárcaközi koordináló bizottság létrehozásáról, melyet Balog Zoltán miniszterúrral január vége előtt összekívánunk hívni, és amely közé a 10 hónapos pályázati időszak kiírását, teendőit. Ugyanilyen kiemelkedőek, amellett, hogy a hazai közönség örömét is szolgálják, a nagy kulturális fejlesztéseink, beruházásaink, amelyek léptéke az elmúlt évtizedekhez képest a legendás milleniumi századforduló jelentőségével mérthető. És hogy miért tartjuk mindezeket kiemelten fontosnak hangsúlyozni? Mert minden kulturális eredmény a szakterületeken dolgozók közös eredménye. És bár a munkát a hétköznapok szintjén a magyar városok és falvak minden szegletében helyben kell elvégezni, azért néha jó, ha föltekintünk és látjuk a közös távlati célt, és az ahhoz vezető út beszédes, motiváló része eredményeit is. Most azt láthatjuk, hogy a kormányzati eredményekhez kapcsolódva a kultúra területén is újra léptünk egy nagy lépést előre, bízva abban, hogy a mi sikerünk az összes többi területre hatást fog gyakorolni. Az önök eddig is folyamatosan végzett mindennapi munkája, eredményei felől szemlélve pedig, egyszerűen fogalmazva azt mondhatjuk, hogy a magyar kultúra erejét együtt jobban tudjuk képviselni. Tisztelt ünneplő közönség! A kultúra nemzetünk legnagyobb közösségépítő ereje, és minden kulturális siker nemzetépítő erő az épp 200 esztendeje született Arany János, akinek idén méltó emléket is szeretnénk állítani egy egész éves rendezvénysorozattal, a maga nemes szó használatában csomagolt egyszerű, egyenes üzenetével azt írja Petőfinek. S mi vagyok én? kérded. Egy népi sarjadék, ki törzsömnek élek, érette, általa. Sorsa az én sorsom, és ha dalra olvadék, otthon leli magát a Jökimon dala. Ezt a magasztos, egyszer s mind egyértelmű egyszerűséget szeretnénk megőrizni a jövő nemzedékeinek. És hogy jó úton járunk, arra bizonyíték az Európa szerte új lángra kapó tendencia, hogy a művészek újra a gyökerekhez próbálnak visszanyúlni, újra keresik az Európa valódi erejét adó, egyszer mind jól elhatárolható színekből álló sokszínűséget. Önök a mi színünk, a magyar nemzeti szín őrzői. gratulálok a Csokonai Vitéz Mihály díj, a Márai Sándor díj, a Minősített Közművelődési Intézmény cím, a Könyvtári Minőségi díj, illetve a Minősített Könyvtári cím elismertjeinek. Köszönöm mindennapos munkájukat, kívánok sok sikert a pályájukon, hiszen az önök sikere, a társadalom újrarendeződésének új esélye, a nemzet sikere lesz egyben. Befejezésképpen az idén január 1-én 5 esztendeje hatályba lépett új alaptörvényünk kezdő és záró szavéval köszöntöm minnyájukat a Magyar Kultúra napján. Isten áld meg a magyart! Legyen béke, szabadság és egyetértés.